titeket. Izsák Norbert vagyok, és házi őrizetben vagyok én is, mint nagyon sokan közülünk itt a Vekerle telepen. És ez már a második videó, amit elkészítek, mert az elsőnek nem sikerült a hangja, úgyhogy elnézést kérek a mikrofonért, remélem, hogy ezzel érthetőbb lesz. És az előző videóban volt egy papagáj is a vállamon, amelyik időnként így elkóborolt jobbra-balra. Ma nem volt kedve kijönni a papagájnak, úgyhogy kénytelen vagytok beérni velem. Egy igét hoztam nektek Márk evangéliumából, 3. fejezet 14. vers. És ebben az igében Jézus elhívja a tanítványait. És azért tetszik ez az ige, mert ellentétben Lukács Máté evangéliumával, itt egy nagyon különleges célt említ először Jézus, amire elhívja a tanítványokat. A többi ige helyen ott van az, hogy betegeket gyógyítani, meg ördögöket elűzni, meg azért hívja el őket, hogy prédikáljanak, hogy cselekedjenek, tegyenek sok mindent. És itt azzal kezdődik a vers, hogy Jézus elhívja a 12-t azért, hogy vele legyenek. És ha kicsit is hasonlítotok hozzám, akkor valószínűleg nagyobb hajlamotok van arra, hogy cselekedjetek, tevékenykedjetek, mint hogy csak, és itt a csak természetesen idézőjelben van, nagyon nagy idézőjelben, legyetek. Nemrég olvastam egy könyvben is, hogy az embernek időnként könnyebb tennie, mint lennie. És azt feltételezem, hogy így lehetek ezzel a tanítványok is. Talán szokták ezt ilyen Márta szindrómának is hívni. Azt látjuk az evangéliumokban, hogy amikor befogadja Mária és Márta Jézust, akkor Mária jobbik részt választja, és csak, megint idézőjelben, együtt van Jézussal, amíg Márta sürög-forog tevékenykedik. És hát ezekben az időkben azt hiszem, hogy különösen felértékelődik a közösségnek, az együttlevésnek az értéke, mert hogy kevés van belőle. És azért is vagyok hálás, hogy legalább így videón keresztül szólhatok hozzátok, és így virtuálisan együtt lehetünk, mert rájövünk arra ilyen időkben, hogy hol vannak az értékeink, hol vannak a prioritásaink. Amikor már azt is meg kell fontolni, hogy hogy megyünk le esetleg vásárolni, vagy kimegyünk-e az utcára. Amikor azt is meg kell fontolni, hogy találkozhatunk-e a rokonainkkal, idősebb barátainkkal, rokonainkkal, akik különösen veszélyeztetettek. Talán jobban tudunk azonosulni Jézusnak azzal a szavaival, hogy az első számú elhívása minden kereszténynek az, hogy vele legyen, hogy megélje a közösséget. És ennek a közösségnek talán van horizontális, meg vertikális kiterjedése is. Szerencsére abban senki nem tud meggátolni, hogy Istenhez kapcsolódjunk. De abban meg tudjuk gátolni magunkat, talán az állampolgári felelősségtudatunk is tudja korlátozni azt, hogy egymáshoz kapcsolódjunk. De ez a fajta közösség, ez valahol pótolhatatlan, és nem teljesen adja vissza ugyanezt a Facebook, a telefon, a videó, a Zoom, és hogyha lesznek később több dimenziós lehetőségek a kapcsolódásra, valahogy az sem. Van valami a személyes jelenlétben és a közösség megélésében, ami miatt mondhatja már rögtön a Biblia az első lapjain, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Jobb, hogyha közösségben vagyunk, hogyha egymással vagyunk. Még akkor is, ha nem mindig értünk egyet mindenben. Hogy az az igényünk, ami belülről fakad, és a másik ember megismerésére, önmagunk vele való elfogadtatására törekszik, az az emberi természetnek a része. És ez az igény, ez tud adni egy erős motivációt arra, hogy befogadjam és elfogadjam a másik embert. És rajta keresztül, ha már egyedül nem megy, valahogy befogadjam és elfogadjam saját magamat is. Hogy nehéz elhinnünk, hogy Isten befogadott és elfogadott minket, és azok az emberek, akik gyerekkorukban
nem tapasztalták meg az elfogadottságot, a befogadottságot. Talán nehezebben tudnak kapcsolódni Istenhez is, és nehezebben tudják elhinni, hogy a mennyei atya befogadta és elfogadta őket. Ezért annyira fontos, hogy fizikailag, de virtuálisan is befogadjuk, elfogadjuk egymást, mert ezzel demonstrálunk valamit abból, ahogyan Isten viszonyul hozzánk, és ahogyan szeretne minél többünkhöz viszonyulni azáltal, hogy megörül annak, hogy befogadtatunk és elfogadtatunk. Egyet szerettem volna mondani erről az igéről, és sajnálom, hogy lemaradtatok a papagájról, de hogyha a tanítványoknak ekkora mély szüksége és igénye volt arra, hogy együtt legyenek Jézussal, vagy mekkora igénye van nekünk most itt a 21. században az információs dömpingben. És kérlek arra, hogy forgasd ezt az igét a szívedben, és keresd a lehetőségét annak, ahogyan tudsz kapcsolódni Istennel.